A Continest nemzetközi partnerei cégtulajdonosok képviselők érkeztek Székesfehérvárra. Az International Continest Defense Day elnevezésű program egyik célja, hogy bemutassák a cég portfólióját a partnereknek és a honvédségnek. A programon több NATO ország attaséja is részt vesz. Honvédséggel már van egy munkakapcsolatunk, de az egy bizonyos termékportfólió, a kiképzési termékportfólió összpontosul. Ezt most szeretnénk kiterjeszteni logisztikai táborinfrastruktúrára, és nem csak a Continest termékeit akarjuk bemutatni, hanem a partnereink termékeit is, akik európai, hozzánk hasonló iparági vezetők, és ezzel gazdagítani a magyar honvédségnek a választékát. Varga Tamás országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, büszkeség fehérváriként és magyarként, hogy a Continest gyorsan jelentős szerephez jutott a magyar gazdaságban és a védelmi iparban. Egyre fontosabb szerepet játszanak a védelmi iparban, ugye ez nem egy fegyver, nem egy fegyverrendszer, de nagyon fontos részeit tudják gyártani és adni, nem csak a magyar honvédségnek, hanem építettek az EUFOR Altea misszióban, Butmir táborban konténervárost szinte, de üzemel, és mi katonáink is nagyon szeretik azt a lőteret, amit ők készítettek. Serpalkovics András polgármester a megnyitón hangsúlyozta, fontos, hogy a hadiiparban magyar cégek is jelen vannak. A Continest nem csak a hadiipar számára, hanem a civil felhasználásra is gyárt konténereket. Az, hogy van egy ilyen seregszemle, amin a magyar és a nemzetközi partnerek, civilek és katonák találkoznak egymással, bemutatják a termékeket, megnézik, hogy milyen együttműködésre van lehetőség, az nyilván egy iparfejlesztést jelent, ez munkahelyet jelent, ez forgalmat jelent, árbevételt, helyi adóbevételt, amit a város fejlesztés. Tud, de ez így egy kölcsönhatás, és hát érdekes, hogy a világ minden részéről jönnek most ide partnerek a Continesthez, itt vannak egy-két napot Székesfehérváron, van tehát turisztikai jelentősége is. A Continest konténerek legnagyobb előnye az összecsukhatóság, ezzel csökkenthetők a logisztikai igények, a károsanyag kibocsátás és a térfogat, amely a honvédelemben is nagy segítséget jelenthet.